szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt láthatjátok a Nyírség Intercity-t, az érdekessége, és csak azért kapcsoltam be már most a kamerát, mert fecskekocsit tettek a végére az Intercity-nek, azért ügyet se sűrű látni, és jól mutatja, hogy itt a balatoni forgalom kapcsán mennyire nincs kocsi a MÁV-nak, hogy kénytelen volt már egyet a végére egy fecskekocsit betenni. Ezek után nem remélek túl sokat igazából, hiszen majd ide az ötös vágányra érkezik a tekergő gyorsvonat. Ugye ennek az érdekessége az, hogy Záhonyból jön és Tapolcáig átszállás nélkül lehet vele utazni. Ugye ez is egy ilyen balatoni járat. Én megmondom az őszintét nektek, hogy én erről a vonatról nem is tudtam, erről a vonattípusról. Ugye nyilván ez csak egy időszakos. Ennek az oka igazából az, hogy hát igazából a Balatonért én nem rajongok annyira, így a balatoni vonatokat sem feltétlenül néztem és filmeztem túl sok alkalommal, így ez is az én számomra abszolút kimaradt. Viszont nagyon sokan kértétek a komment szekcióba, hogy a tekergő, mert ugye a tekergő gyorsvonat nevet kapta, nem véletlen, hiszen az ország egyik végéből a másikba megy, elég gírbe-gurbán át. És hát nem is tudom, hogy a vasút történelemben volt-e olyan hosszú út, mint amit ez képvisel, tehát 518 kilométert tesz meg Záhonytól Tapolcáig átszállás nélkül, tehát ugye ez nagyon fontos, hogy átszállás nélkül, és több mint 8 óra a menetidő. Hát az valami eszméletlen. Úgyhogy ezt fogjuk kipróbálni, megmondom az őszintét, hogyha ugyanazok a kocsik jönnek, mint amik alapvetően a Záhonyi sebesen szoktak lenni, akkor én azzal ki nem bírnám Záhonytól Tapolcáig, bár az is biztos, hogy nyilván kevesen utaznak, sőt nem is tudom, hogy van-e olyan ember, aki Záhonytól pont Tapolcáig akar menni, ugye azért Tapolca az nem a üdülő paradicsom, egyszerűen csak ugye az északi parti vonalnak egy központi nagy állomása, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a legnagyobb. Nincs ezekkel a kocsikkal egyébként nekem semmi bajom, de azért több mint 8 órát nem ülnék. Mondjuk igazából nagyon kevés az a vasúti kocsi, amiben 8-nál több órát is ülnék. Sőt, ugye nekem a sima Záhonyi sebessel is vannak alapvető problémáim, ugye nagyon sokan kértétek már ezt is, hogy menjek el Záhonyba, stb. De hát valahogy egyszerűen nem vesz rá az ég, pedig én szeretem a vasutat tényleg, de azért tehát vannak határok, hogy úgy mondja. És azért ez pont az a határ, amit még az Záhonyi sebes határán sem nagyon szívesen lépném át. Amint, hogy azt a menetidőt, de hogy esetleg ezzel lemenni Tapolcáig, úristen, ugye reggel 7 óra pár perckor, 7 óra 3 perckor azt hiszem indul Záhonyból ez a vonat. Ilyenkor ér ide 11 óra 47-kor Kőbánya Kispestre. És akkor innen még azt hiszem 15 óra 39, ha jól emlékszem, Tapolca. De mondjuk mire eléri az első tényleg üdülő övezetet, az is azért szerintem, hát mi Székesfehérvár kb. 1 órakor érünk majd Székesfehérvárra, és akkor szerintem onnan még azért egy jó óra körülbelül még az első ilyen üdülő övezeti rész, mondjuk Alsóörs és környékét eléri ez a vonat. Ja, egyébként két apró érdekesség, és egyébként azért nincs rajtam a maszk, mert full egyedül ülök itt a kocsiba, úgyhogy ezt csak úgy megjegyzem, hogy természetesen továbbra is be kell tartani ezeket a szabályokat, de amikor egyedül ülsz egy kocsiba, én azt gondolom, hogy akkor tényleg teljesen felesleges. Tehát ez olyan, mint amikor a saját kocsiba felveszed a maszkot, minek. Ami érdekesség még, hogy nyilván ugye biciklitárolásra alkalmas kocsi van ezen. Én úgy tudom, hogy a Záhonyi sebeseken, vagy legalábbis úgy emlékszem, mert azért sok Záhonyi sebesen jöttem már, meg Köki közelségével lakom, szóval látom is őket, nem nagyon szokott rajtuk ilyesmi lenni. Úgyhogy nyilván ez a Balaton miatt ugye szükséges és kell is, ez pozitív. A másik, ami megint csak pozitív, hogy az összes ilyen gyors, meg sebes, meg intercity, meg mind tudom én milyen vonattípus, ami így a Balatonra közlekedik, azok közül én még nem tapasztaltam, inkább így mondom, hogy Velencén megáll bármelyik is. Ez viszont igen, tehát a tekergő az nem csak a Balatonhoz viszi az utasokat, hanem a velencei tóhoz is, konkrétan Velencén áll meg egyedül, tehát Keremföld és Székesfehérvár között még pluszba megáll Velencén.
hogy ott van a körícé, ami ugye, hogyha a keletiből indulunk, Miskolc, Nyíregyháza és úgy vissza a nyugati, az több, mert az 540 kilométer. Na de ezt én azért nem számolom és azért nem tartom érdekesnek, mert nincs az a kretén, aki a keletiből a nyugatiba ilyen módon akar eljutni, hogy 540 kilométert vonatozik a kettő pályaudvarunk között. Tehát én ezt nem számolom ide, ne haragudjatok. Tehát, hogy azért az elképzelhető, hogy Záhonyból Tapolcáig valaki leutazik, és annak úgy van is értelme, mert megtesz egy távolságot egy A és B pont között, megy egy nagyot. Kevésbé érdekes szerintem az, hogy van egy körícé, ami nyilván így funkcionális, és leginkább azért is van, hogy funkcionális legyen, nem pedig azért, mert bárki úgy akarna utazni egyébként éppen, mit tudom én, a nyugatiba, de tegyük fel azt, hogy senki nem megy a keletiből Szolnokra úgy, hogy körbe megy és Miskolcon keresztül megy, szóval, hogy ilyen formában oké, megy 540 km, többet megy, akkor legyen az, hogyha valakinek esetleg úgy tetszik, de az igazából csak a vasút funkcionalitása miatt megy így, nem pedig azért, mert az utasoknak kell. Ez viszont úgy megy 518 km, hogy az utasoknak funkcionális, az utasoknak jó, és esetleg van olyan, aki frankó végig utaz ezt a 8 órát és ezt az 518 kilométert. No, közben megérkeztünk a Velencei tóhoz, mint láthatjátok. Ugye ez az egy ominózus hely, ahol még megállunk, ugye Kelenföld és Székesfehérvár között. Szép kis sor. Itt vagyunk közben Székesfehérváron. Az én utam az majd idáig tart, és meg fogjuk természetesen nézni itt a mozdoncserét, hiszen miután az északi partra megy, ez pedig a zónázót láthatjátok, 48-kor 20 ki innen Székesfehérváron, mi egyébként 5 perc késéssel érkezünk, viszont hogyha gyorsan átcserélik a mozdonyt, akkor ez simán behozható, mert negyed óra van adva itt mozdoncserére. Ugye elméletben ebből még lehet egy pontos indulás innen 13:00-kor. No, hát most lesz majd ugye a mozdonycsere. Messziről kiszúrom egyébként, hogyha nem örülnek annak, hogy videózok, de hát most ezt el kell fogadniuk igazából. Ez gyönyörű szép gigantól megszabadul itt a kocsisor. Ugye Záhonytól idáig villamosított a vonal, tehát felesleges is lett volna dízellel közlekedtetni a vonatot. De hát innen ugye az északi part Tapolcáig az jelenleg még ugye villamosítatlan, aztán majd ugye Balatonfüredig a jövő évtől valószínűleg már villamosított lesz. Te itt fehérvári vagy? Nem, csak itt dolgozom. Ja, itt dolgozol? Vasútnál? Mit? Lazavérnek. A gépészet az enyém, meg a lazavérnek. Aha. Meg a gyerek van. Az jó meló akkor, nem? Szereteted? Igen? Hol a felvétel, ezek a gyerekek. Ó. Az a vezető gyakorló. Ó. Na, a királyság. Akkor sok sikert. Ja, csak Győr mellé járok ide naponta, úgyhogy kicsit. Az kemény azért, igen. Igen, igen. Hogy jössz? Hát vagy eljövök Veszprémnek, mert szeretem a fáj. Aha. Vagy eljövök Pestnek, mert szintén szeretem a fáj. Aha. Hát egyébként neked tök jó lenne, hogyha ez a Komárom, ez Székesfehérvár. Az, hogy Komáromban laktam egy hónappal ezelőttig. Ja, aha. Hát az neked tök kényelmes lenne. Lenne. Igen. Igen. Hogyha egyáltalán lenne vonat, mi? Igen. Vagy pótlóbusz. Ott azt se pótolják? Azt nem. A reggeli vonatot se? Nem? Pont azokat vették ki a menetrendből, amelyeken volt utas. Mondjuk Bodajkvároson megpróbált összerakni tavaly egy normális menetrendet. Igen? Ők rendeltek Mártól és Mártól. És kaptak egy nagyon undorító választ, és megállt az egész. Igen. Hát figyelj, a Karcag-Tiszafüreden is a reggeli vonatot hagyták bent, amit semmi ki nem használ, de délután, amikor a Tiszatóhoz mennének a bringások most nyáron, azt kivették. Egy pótlóbusz ma helyette, ugye nyilván. Logika. Igen. Valószínűleg a bringások örülhetnek egyébként neki a pótlóbusznak. Ez is egy ordelket magányvasútnak. Egy ilyen régi jetes történet tök jó lenne, mint Szlovákiában, igen. Egy esetben még be is felvonnak. Például. Aha. Jó, aha. No, hát a 10 perc késésből igazából
4 perc késéssel indult 13 óra 4 perckor, ugye 13 órakor kellett volna, igazából 13 órakor kész voltak, csak nem engedték ki. Hát az utasszámos csekély egyébként, de azért a hozzá kell, épp még mindig nem a legjobb nyári időket éljük, pedig már június közepe van.